Egy évtizede nem látott árhullám vonult le a Dunán. Az árvízi védekezésben megfeszített munkát végeztek a vízügy szakemberei, a katonák és a civilek. Az árvízi védekezés nehézségeiről, a többletvíz megtartásának lehetőségeiről is szó lesz a következő percekben. Noémi kérdezi vendégét. Köszönjük szépen, Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója érkezett a stúdióba. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hál' Istennek már sehol sincs árvízvédelmi készültség az országban, de nem lehet azt mondani, hogy elfogytak a feladatok, bőven akad a vízügyi szakembereknek feladat. Melyek az aktuális teendők? Alapvetően még azt is kijavítanám, hogy nem vagyunk készültségben, mert vagyunk még készültségben, hiszen a Lajtán, ahol megnyitottuk a szükségtározóba a védvonalakat, ott ilyen pontszerű készültséget tartunk fel, hogyha véletlenül jönne még egy árvíz, akkor ott koncentrált figyelem kell. De vannak feladataink természetesen, most a árvizet követő helyreállítási munkák vannak folyamatban, és nem utolsó sorban a készletek visszapótlása, gondolok itt például a homokzsák készletek visszapótlására. Tehát alapvetően ez a kettő feladatunk, ami az árvízhez kötődik. És hadd emeljek ki még egyet, ugye egyre nagyobb az igény érezhető, mi is érezzük a vízkészleteink fenntartására, ezért az árhullámnak a lecsengő részébe, ahol lehet, azt vízpótlásra használjuk fel, ahol lehet gravitációsan feltöltjük még azokat a csatornákat, amelyikben van még hely, és ez a munka is tervszerűen folyik. Meg kell mondanom, hogy ez egy érdekes feladatként jelentkezett. Először koncentráltunk rá ilyen nagy árhullámnál, hogy az árhullámot sokkal intenzívebben használjuk ki a vízpótlásra a térségben. E tekintetben mik a tapasztalatok, sikeres-e ez a művelet? Hát elsősorban az a tapasztalat, hogy kevés, mert alapvetően erre a klímaváltozásra a rendszereink nincsenek teljességbe felkészülve, tehát nem tudunk annyi vizet kiengedni egyrészt, amennyit kellene, ha úgy tetszik, mondhatom azt, hogy szűkek a zsilipek, szűkek ehhez a mennyiséghez, amire szükség lenne a műtárgyaink. A másik probléma az, hogy nincs meg a helye azért ennek a víznek, tehát sokkal nagyobb területeket kéne talán elöntenünk ahhoz, hogy azt a bizonyos talajvízkészletet, amit fokozatosan vesztünk el, visszapótoljuk és meg tudjuk tartani a vizet. Beszéljünk egy kicsit a mostani árvíznek a hatásairól, mert azt talán kimondhatjuk, hogy az elmúlt 10 év legnagyobb árvize volt ez a mostani, hát a 2013-as volt ugye nagyobb. Milyen jellegű károkat okozott az áradás Magyarországon? Szerencsére semmilyen váratlan. Én ennél az árvíznél nem szoktam magammal elégedett lenni, de egy kicsit úgy éreztem ezt az árvizet, hogy nagyon nagy árvíz volt, de beértek a munkáink. Tehát itt történtek fejlesztések a Duna projektbe, ahol védvonalak megerősítésre kerültek. A mosoni Duna torkolati műtárgyán köszönhetően 136 cm-re volt alacsonyabb az árvíz Győrbe. Komáromba hátradőlhettünk, mert új védvonal van, és teljes biztonsággal oldotta meg a kérdéseket. Vagy beszéltünk a Budapesten a Barát torkolati zsilipről, ami szintén kizárta az árvizet a területet. Ezek mind a 2013-as árvíz óta történt fejlesztések, és sokkal nagyobb arányban fölkészítettük a szervezetünket is, hiszen van árvízi gyakorlópályánk most már 3 éve, tehát magát a szervezetet is sikerült, én azt gondolom, nagyon jól felkészíteni a 13-as árvíz alapján, és emiatt aztán azt a feladatot, amit kaptunk a magyar kormánytól, hogy az önkormányzatoknak intenzívebben segítsünk a védekezésben, jobban rá tudtunk koncentrálni, és sokkal nagyobb arányban vettünk részt az önkormányzati védekezésben, mint régen. Ugye a védekezés hál' Istennek sikeresnek mondható, de azért jócskán voltak kritikus pillanatok a mostani árhullám levonulása során. Hol kellett egyébként a szakembereknek a leginkább jelen lenniük, akár szakmailag, akár emberi tekintetben, mert hát ez sem egy elhanyagolható szempont, hiszen 7 nappal átéve dolgoztak a vízügyi szakemberek és az önkéntesek is. Hát megmondom őszintén, az első kritikus pont az volt, mikor láttuk, hogy mennyi eső esik. Tehát egy olyan példátlan méretű csapadék tevékenység volt, mondjuk és annyira lokálisan megosztott volt ez a csapadék, ami nekünk tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy félelmet keltett. Tehát mikor a Lajtán szembesültünk azzal, hogy lehet, hogy 200 köbméter per szekundumos vízhozammal kell számolnunk, holott az eddig legnagyobb 100 volt, a duplája volt az első előrejelzések szerint, hát az nagyon félelmetes volt, mert egy olyan tartományba lépett a vízhozam,
amit nem ismerünk. Tehát olyan magassági tartományokat ért el, amit nem ismerünk, tehát nem tudjuk, hogy hogy terül szét, nem tudjuk, hogy mire készüljünk. Tehát talán ez volt a legfélelmetesebb része az védekezésnek. Tehát ennek aztán lett is folyamodványa, hogy tározót kellett nyitnunk a Lajtán. Ott Mosonmagyaróvár védelme érdekében elég intenzív beavatkozásokat kellett tenni. A másik pedig az önkormányzati területeknek a védelmét kell kiemelnem, mert azért 41 önkormányzat kényszerült intenzív védekezésre ez ellen az árvíz ellen, és itt az, hogy oda tudtunk állni a védelemvezető polgármesterek mellé, azt gondolom, hogy jó irányba vitte a védekezési munkát, de azért voltak magasságok, voltak olyan kritikus pillanatok, mikor a ideiglenes gátak, mondjuk Pilismarótól megcsúsztak, tehát nagyon intenzív munkával tudtuk helyreállítani. Tehát voltak ennek az árvíznek ilyen kritikus pillanatai. Ez abban tanulság, hogy a későbbiek során milyen irányba fejlesszük az árvíz elleni védekezést. Mindenképpen nagyon sok tapasztalatot szereztünk ez ügyben. Ja, az operatív törzs sajtótájékoztató és rendszeresen elhangzott, hogy a szakemberek javaslatait a következő időszakban majd egy árvízvédelmi akció tervé alakítja a kormány. E tekintetben mik a tapasztalatok? Tehát ön hogyan látja, mit gondol arról, hogy hol lesz majd szükség esetleg új védvonalak kiépítésére, az eddigiek megerősítésére, vagy akár további fejlesztésekre? Ugye az árvíz során több mint 40 kilométer ideiglenes védvonalat kellett építeni az árvízi hozam kivédésére, és emellett még alkalmaztunk már olyan védvonalakat, amelyek azóta, a 13-as árvíz óta épültek ki, gondolok itt Nagymarosra, ami első vonalban vizsgázott ezek az ideiglenes védgátak, de hát ott volt a régebb óta megépült, ott van Visegrád, tehát vannak jó tapasztalatok. Itt elsősorban az önkormányzati területen kell elindulnunk, én azt gondolom ebbe az irányba, hogy legyenek mobil gátak, amelyeket a védelemvezetés föl tud állítani ilyen esetekre, és biztonsággal tudja szabatolni az árvíz elleni védekezést. Az árvíz elleni védekezés során egy kritikus kérdés, és egy újra és újra visszatérő kérdés az, hogy az ártérbe épült ingatlanokat hogyan kell védeni, ezekkel mi a helyzet, e tekintetben milyen tapasztalatok születtek? Hát ezt a védelemvezetés dönti el. Én azt gondolom, hogy aki ártérre épül, annak eleve számolni kell ezzel. Tehát hogy mondjuk tűrni kell az árvizet, tudomásul kell venni. Nyilván kialakult egy szokás, hogy az állam meddig védi meg a lakosságot, és arra a helyre, amely nem szorul védelemre, tehát a folyó nagyvízi medrébe van, ott tudomásul kell venni ezt. Vannak olyan települések, ahol ezt próbálják megvédeni, nyilván változó volt a védelemvezetés, de voltak olyanok, ahol nem is lehetett. Ilyen volt mondjuk Baján a Pandorsziget, vagy több településnek, nyilván ezek a hullámtérre települt részekről van szó, és ahol nagyon-nagyon drága lenne ezeket az árhullámokat kivédeni, ott ezt feladták, tehát ezeket a területeket. Ahogy már említettük, hál' Istennek Magyarországon sikeres volt a védekezés, de hát azt láttuk, hogy Közép-Európában emberéleteket követelt az árvíz, és hatalmas pusztítást végzett, anyagi kárt okozott. Mivel magyarázható egyébként ez a jelenség és ez az óriási pusztítás? Ugye egyrészt ennek a ciklónak a hatása nagyon hirtelen volt és intenzív, és azért azt el kell ismerni, hogy mondjuk egy Ausztriába vagy egy Lengyelországba ez a ciklon követő árvíznek az időelőnye az azért rövidebb, mint Magyarországon. Nekünk sincs sok időnk, mert mondjuk Lajta esetében 2 napunk van felkészülni, de 2 nap arra készülünk. Most Ausztriába ezek napokon belül jönnek be ezek a vízmennyiségek, tehát ott nagyon-nagyon drága ezek ellen védelmi rendszert kiépíteni gyakorlatilag, és ugye azt láttuk, hogy valamennyi védelmi rendszer kiépül, de ilyen tömegű víznél ezek nem erre voltak méretezve a rendszerek, tehát ez látható abból, hogy autópályákat mosott el, tehát nem erre vannak méretezve. Magyarországnak ebből a tekintetben annyi szerencséje van, kicsit hosszabb az időelőnyünk, nem sokkal, de kicsit hosszabb, és azért Magyarország egy teknőbe fekszik, ha úgy tetszik, tehát itt mindig tudatos volt Magyarországon az árvízvédelem, sokkal jobban felkészült, nem véletlen egyébként, hogy az elmúlt 10-valahány évben több mint 400 milliárdnyi árvízvédelem fejlesztés volt, mert jó sokkal érzékenyebbek vagyunk rá, mert nálunk nagyobb vizek vannak, tartósabb vizek vannak, és azokat a területeket használjuk, amelyet megvédünk az árvízelől, tehát ez a tudatosság, én azt gondolom, Magyarországon nagyobb.
Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a szakembereknek és az önkénteseknek köszönjük szépen a munkájukat, Láng Istvánnak pedig azt, hogy itt volt a stúdióban. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.